Nehéz az Istenben hinni akkor, amikor Isten passzívnak mutatkozik, amikor hallgat, amikor puszta és sivatag, amikor magamra hagy, amikor úgy érzem, hogy cserben hagy. Pláne a mai napon, amikor szinte mindenhonnan azt látjuk, hogy ő vereséget szenved, elveszti a csatát. Amikor meghal, és számomra nincs többé. Ilyenkor nehéz együtt lenni vele. Máskor a csönd és a magány nagyon sokszor megnyugtató számunkra. Ma este talán inkább felkavaró lehet, talán inkább kiéget. Úgy érezhetjük, itt hagyott minket. Megvallom neki csalódottságomat, egyedül létemet, ugyanakkor kínoz a hiánya. És mégis, Isten akkor a leginkább Isten, amikor hiányzik. Mert akkor vágyódom utána a legjobban. Ilyenkor én is azt mondom, mint Jézus, most ahogy hallottuk az imént, szomjazom. És ez a vágy nagyon fájdalmas tud lenni, és felszakad belőlünk, felszakad a sóhaj és a panasz. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez a kiáltás a vesékig hatol. Miért engedte? Miért hagyta ezt az Atya Isten? Talán újra és újra mi is föltesszük ezt a kérdést, és nem csak ilyenkor nagypénteken. Miért nézte ezt tétlenül az Isten? Miért volt passzív? Ugyanakkor magunkra tekintve is kérdezhetjük, miért vagy távol, Uram? Miért nem nyitott ki ajkad? Miért a súlyos betegség? Miért a terrorizmus, Brüsszel, Párizs? Miért a menekült válság kibogozhatatlansága? Miért, miért, miért? Ferenc pápának megjelent magyar nyelven is most a napokban egy könyvecskéje. Ebben a könyvben gyerekek kérdéseire válaszol. Ezt írja egyikőjüknek. Soha nem tudtam megérteni, miért szenvednek a gyerekek. Számomra ez titok. Nem tudom megmagyarázni. Erről kérdezem önmagam, és a te kérdésed imára indít. Miért szenvednek a gyermekek? A szívem ezt kérdezi tőlem. Jézus sírt, most is sír, ő megérti drámáinkat. Én is próbálom megérteni őket. Ha tehetnék egy csodát, minden beteg gyermeket meggyógyítanék. Válaszom a gyermekek fájdalmára a csönd, vagy egy szó lehet, melyet a könnyeim szültek. Nem félek a könnyektől, te se félj tőlük. Idáig Ferenc pápa válasza. Nem csak nekünk, embereknek, hanem neki is, az Istennek is fáj, amikor ő szenved. Márpedig Krisztus agóniájában ott szenvedett az Isten is. Az Isten, a mennyei Atya ugyanúgy átélte a fájdalmakat. Vajon ez a távollét, vajon az az üres csend, a kínzó magány, a fájdalom, a megsebzettség,
nem lehetnek a mi életünkben az Isten eszközei? Ezeken keresztül nem üzenhet valamit? Az Atya és a Szentlélek Isten nem voltak passzív szemlélői a fiú szenvedésének. A látszólagos távolléten és a csenden keresztül éppen hogy az ő szeretetük működött. Az én magányomba, az én fájdalmamba, az én szomjúságomba, a mi megsebzettségünkbe is be akar lépni. A mi miértjeinket is át akarja változtatni a bizalom szavává, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Először passzívnak mutatkozik, mert a sebeknek, a fájdalmaknak gyógyulnia kell. Csöndben, látszólagos tétlenségben. És ezt követően előbukkannak az élet első csírái. Szépen, lassan, csöndben. Így az ő sebei által meggyógyulunk.